az a cím a szövegnek, hogy így ment le. Tömegével csináltak róla modoros fotókat, a legmodorosabbakat, alkoholtól felszántott arc, sokat mondóan néz ki a képből, többnyire hú, baszki, költő vagyok pózban. Nem tudom, mennyire érdekelte ez, mármint a költő vagyok, mit érdekelne, stb. Biztos érdekelte, hiúság nélkül nem megy. Ha fényképeznek, nem tudsz normális pofát vágni. Igyekszel normális pofákat vágni, és pont az igyekezettől lesz olyan, amilyen rémes, művészi. Láttam az interneten egy képet róla, bézs zakó, nyakkendő, szemüveg, felolvas, olyan, mint egy kikupált hajléktalan. Egyszer New Yorkban játsztunk együtt, mint költők. 1992-ben. A felolvasó est előtt Baránszky László lakásán volt találkozó. Jó volt. Jött Petri, józan, mogorva, nem szól semmit, Baránszky belenyom két viszkit, attól nagyon föléled, nagyon barátságosá válik, nagyon sokat kezd beszélni, nagyon jókat mond, nem a Baránszky, mert ő mindig nagyon barátságos volt, és nagyon sokat beszélt, hanem Petri. Na és akkor ráívott két sört, attól azonnal túlfutott egy sávon, mondhatni napsütötte, szétcsúszott, beszédképtelenné vált, így ment le az est. Jó volt. Kínos. De jó. Kínosan jó. Egyszer udvariasságból elhozta a könyvét a szondiba, de nem voltam otthon. Ez 1986-ban történt. Adtam neki egy példányt az első kötetemből, örült neki. És sajnálkozott, hogy nincs nála a könyve. De hát miért lett volna nála a könyve? Másnap elhozta. Nem voltam otthon, nem volt megbeszélve. A címet tudta, a telefonszámomat nem. Hólabda a kézben. Borítékba tette, bedobta a levélszekrénybe. Ezt valahogy akkor túlzásnak gondoltam. Most úgy gondolom, hogy van, amikor az előzékenység nem eltúlozható. Horgodra tűztél, Uram. 26 éve kunkorodok, tekergek, csábosan. Mégsem feszült ki a zsinór. Nyilvánvaló, hogy a folyódban nincs hal. Ha mégis remélsz, válasz más kukacot. Szép volt kiválasztottnak lenni, de most már szeretnék szárítkozni, mászkálni a napon. Sokáig nem hallottam róla semmit. A nevét se hallottam. Később hallottam róla, de nem olvastam. Valakivel elkeveredtem egyszer Kőszeg Ferenc lakására, ahol a könyvét mutatták be. Tömegember 1981-ben egy nagy lakásban a Felszab környékén. Örök hétfő, 50 forintért meg lehetett venni, megvettem. Beszélgettünk egy kicsit, hogy majd én mutassam meg neki egyszer a verseimet. Megmutatta, hol van a WC. Köszi.